Hétfőn kora estig látható volt a DK Székesfehérvár közösségi oldalán az a poszt, amelyben az Amerikai Népszavából idézve azt taglalják, hogy Márki-Zay becsapta az ellenzéki szavazókat az előválasztás második fordulójában. A megosztott cikk felett kiemelt szövegrészletekben olvashattuk, hogy Márki-Zay diktatórikus álmainak legfőbb akadálya a DK és Gyurcsány. A posztban azt is közölték a DK Székesfehérvár közösségi oldalon, hogyha van valaki, aki Orbán levált társának legfőbb akadálya, aki a legjobban elutasított politikus, azt Márki-Zay Péternek hívják. Megkerestük a DK székesfehérvári képviselőjét, Rátéföldi Juditot, aki elmondta, hogy ez a poszt és az említett cikk nem tükrözi sem a DK, sem pedig a DK székesfehérvár álláspontját. Az egyik Facebook kezelőnk osztotta meg ezt a cikket, nem fűzött hozzá kommentet, csak a cikket osztotta meg, amit hát nem olvasott át kellően, és mikor erre később rájött, akkor ezt a posztot le is szedte. Úgyhogy ez abszolút nem a DK álláspontja, és nem is a DK Székesfehérvár álláspontja. A balliberális oldalon úszító és megosztó tevékenysége miatt az ellenzék fele elutasítja, vagy annál többen is. Olvasható Márki-Zay Péterről a DK Székesfehérvár bejegyzésében, amit az elmondottak tükrében tévesen helyezett ki az oldal kezelője. Ahogyan Rácznéföldi Judit kifejtette, a DK továbbra is azt vallja, hogy teljes ellenzéki egység van. Közösen gyűjtik az aláírást, támogatják Márki-Zay Pétert abban, hogy ő legyen Magyarország következő miniszterelnöke.